hetedik forduló előtt a Törökszent Miklósi Kézilabda Egyesület vezetősége megköszönte kedves László edző munkáját. Az eddigi 6 mérkőzésen nem szerzett pontot a csapat, így az edző és a vezetőség között az a döntés született, hogy kedves László nem folytatja a megkezdett munkáját Törökszent Miklóson. Ideiglenesen az új edző kijelöléséig Kis Gergely vezeti a csapatot. A Misek AC érkezett a lábasíva a hetedik fordulóban, és már a meccs elején úgy látszott, mintha kicserélték volna a hazai gárdát. Az első 10 percben Krivokapics irányításával igazi csapatmunkát láthatott a csekély számú közönség. Hátul határozott, kemény védekezés, kiváló kapus teljesítménnyel, elől pedig a figurális játék és az egyéni megoldások egészséges kombinációja jellemezte a hazai gárdát. 10 percnyi játék után kért időt Tóth Edmond, a vendégek edzője, 2 gólos TK előnynél. A 25. percben egyenlítette ki a vendégek, de a hajrában a TK-nek jött ki jobban a lépés, 19-18-ra vezetett Kis Gergely csapata a félidőben. A második 30 percben állva hagyta ellenfelét a hazai csapat, az 5. percben 22-18, majd az emberelőnyüknek is köszönhetően a 9. percre 26-21 az állás. Hiába kért időt a vendégek edzője, ma nem tudott olyan tanácsot adni játékosainak, amivel legyőzhették volna a TK csapatát. Az utolsó gól kínai figurából született, mellyel feltették a koronát a mérkőzésre. Fehér Mihály kiemelkedő kapus teljesítményt mutatott, a játékosok egymást segítették védekezésben, született gól labdaszerzésből, indulásból, változatos volt a felállt fal elleni játék, és nem mellesleg a Kispad is sokat tett hozzá a csapat játékához. Kis Gergely mellett Nyeső Péter és Vujovics is jó tanácsokkal látta a játékosokat. Rég láthattak ilyet a Törökszent Miklósi Kézilabda Egyesület szurkolói. A végeredmény Aragó Törökszent Miklósi Kézilabda Egyesület Mizsák AC 35-30. A hatodik forduló után az egyesület vezetése úgy gondolom, hogy hozott egy olyan döntést, ami nem várhatott tovább, hiszen az első 6 fordulóban nem sikerült pontot szerezni a csapatnak, és én úgy gondolom, hogy egy új impulzus mindenféleképpen kell a csapatnak, egy új ember, aki föl tudja tüzelni a csapatot. Egy picit úgy éreztük, hogy a hitük borzasztóan, ahogy is fogalmazok, a béka feneke alatt van ennek a csapatnak, és az együttető vélemény azért, bárkivel beszélünk, legyen az szakmabeli vagy egy szurkoló, hogy ez a csapat azért ennél sokkal jobb. Én úgy gondolom, természetesen sajnáljuk, hogy meg kellett hozni ezt a döntést, de nem lehetett már tovább húzni. Én úgy gondolom, hogy teljesen baráti hangulatban, hogyha lehet ezt annak nevezni, teljesen korrekt körülmények között váltunk el a Lacival, akinek ezúton is sok sikert kívánunk. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat dolgozott ezzel a csapattal, de egy picit most megfáradt ez a történet, és meg kellett lépnünk ezt. Én csak egyetlen egy mérkőzésre a soron következő Lajos Mizse ellen vállaltam ezt a feladatot. Rögtön hétfő estétől kezdve felvettük a kapcsolatot a 3 kiszemeltünkkel, folyamatban vannak még a tárgyalások. Természetesen ez napokon belül el fog dőlni, bízunk benne, hogy el fog dőlni, mert azért nem olyan egyszerű itt szezon közben mozdítani bárkit is, ráadásul mind a 3 jelöltünknek van csapata jelen pillanatban, úgyhogy nem egyszerű, de dolgozunk rajta gőzerővel, hogy jövő héten már esetlegesen, hogyha összejön, az új edző irányításával készüljön a csapat, hiszen még egyszer mondom, úgy gondoljuk, hogy sokkal többre hivatott ez a társaság, mint az, hogy 0 ponttal a tabella végén kullogjon. Nyilván csodát senki nem tud tenni, természetesen ebbe a győzelembe, amit ma sikerült elérnünk, természetesen a Laci munkája van benne. Az, hogy én egy picit más habitussal készítettem fel a csapatot, ez alatt a 4 edzés alatt, ez azt gondolom, hogy elmondtam a fiúknak is az első edzésen, amit én tartottam most a meccs után is, hogy csodát ne várjunk egymástól. Nyilván képbe voltam a csapattal kapcsolatban, még ha egy kicsit óckodtam is tőle, de ez volt a leglogikusabb lépés, hogy ideiglenesen erre az egy mérkőzésre üljek le. Én úgy gondolom, hogy amit lehetett, kihoztuk a heti edzés munkából, és átbeszéltük azokat a dolgokat, amiket esetlegesen a fejbe nem voltak tiszták itt a fiúk számára. Hát szerintem mindent elmond maga a mérkőzésről az, hogy 35 gólt lőttünk. Tehát ez nem volt jellemző ránk, se most, se a tavasszal. Én azt gondolom, hogy az átlövőink rendkívül jó teljesítményt nyújtottak, de emellett jó szokásához hívom volt egy nagyon stabil, én már 7. forduló óta egy nagyon stabil kapus teljesítményünk, hiszen a Misi ma is szenzációs volt, és mindenféleképpen ki kell emelni a 2 szélsőnket, hiszen nem is emlékszem pontosan, de legalább 5-6 gólt lőtt a Nyeső Petike is, Oliver is, aki félig medden egyébként betegen vállalta ezt a mérkőzést.
Én úgy gondolom, hogy lehetett látni a mérkőzés alatt, hogy nagyon akarnak a fiúk. Egy kicsit tartottam tőle természetesen, hogy nehogy görcsössé váljon ez a dolog, de szerencsére nem így lett. Ahogy említettünk, lőttünk 35 gólt, ez önmagában is egy szép teljesítmény, úgy gondolom. Persze kaptunk sokat is, 30-at, de mi egy ilyen futós csapat leszünk, én úgy gondolom. Az új edzőnek is szerintem ezzel az anyaggal kell, hogy dolgozzon, hiszen azzal főzünk, amink van. Én elégedett leszek, hogyha ez ennyi gólt tudunk lőni, és még azt is elfogadom, hogyha ennyit kap. Én azt gondolom, hogy 100%-osan betartották azt a fiúk, amit kértem. Ez azért lássuk, hogy nem volt így az elmúlt hetekben, és azt, hogy fegyelmezetten és a taktikát, amit megbeszéltünk, azt teljes mértékben végrehajtva játszottak a fiúk, és ennek lett az eredménye ez a győrzelem. Amit gyorsan szeretnék hozzátenni, hogy természetesen a talajon kell, hogy maradjunk mindannyian. Nagyon örülünk neki, hogy megtapsolták a fiúkat. Én azt gondolom, hogy megérdemelten volt ez a győzelmünk, de helyén kell kezeljük, mondom még egyszer, hiszen jövő héten megyünk Szegedre, és még rengeteg mérkőzés van. Ennek a csapatnak meg kellett tanulni nyerni, ez most megtörtént, még hogyha nehezen is, de én a meccs előtt is azt kértem a fiúktól, hogy az eredmény nem, tehát egyel többet lőjünk, mint az ellenfél. Lehetett volna tőlem több gól is, ez volt a legfontosabb, a győzelem, hogy a győzelem ízét megérezzék ezek a fiúk, és én úgy gondolom, hogy teljesen megérdemelten hoztuk le ezt a mérkőzést. A hetedik forduló eredményei: Székás Kézilabda Egyesület Balassagyarmat 29-28, Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület Mizsák AC 35-30, Úzdik AC Orosháza 36-31, FTC Kecskeméti Téje 24-20, Nyíregyháza Nyírbátor 31-24, FKS Algyő MOL Pixeged 23-28-22 és Füzesabonyi SC Békés Drén Kézilabda Klub 23-28. A tabellát az FKS Algyő vezeti 13 ponttal, második a Nyíregyháza, harmadik pedig a Békés. A Törökszentmiklósi Székás Kézilabda Egyesület 6 ponttal a 8., míg az Aragó Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület 2 ponttal még mindig a 14. A 8. fordulóban október 29-én csütörtökön 19 órától Ózdon lép pályára a Törökszentmiklósi Székács, október 31-én pedig Szegeden játszik az Aragó Törökszentmiklósi Kézilabda Egyesület 17 órától.